Jó estét kívánok mindenkinek, a Polarisban esik a hó, csak elverte az eső. Itt vannak ilyen nagyon ronda hóeső imitált, tehát ilyen virtuális hóesésünk van a nyárfák által. Virtuálisan itt most vagyunk 25-en, de Facebook szerint. Valóságosan pedig 1989-en vagyunk. Szabados László régi kollégámat, egykori elnökünket kértem meg a mai előadásra, hiszen éppen április 24 van, éppen György nap van. Hát ilyenkor Kulin Györgyre emlékezhetünk, aki 23 évvel ezelőtt hunyt el. Sok szempontból bizakodásra adó év volt, ettől függetlenül az a 89-es év, bár az előző klip annyira nem volt bizakodó. De most akkor dobjál fel minket, Laci, a lambadával. Nem fogom eltáncolni a lambadát, de ez a hallgatóság nagy örömére. De hogyha egyetlen egy dologgal kellene jellemezni a 89-et, akkor az nyilván a lambada lenne, az lambada éve volt. Akkor mindenhonnan a lambada zenéje szólt, és a fiatalabbak számára, akik esetleg nem hallottak a lambadáról, ez intőjel lehet arra nézvést, hogy minden celeb vagy minden csoda az legfeljebb egy évig tart, és a következőben senki nem emlékszik rá, hogy ki volt az illető, vagy mi volt az. Ellentétben a csillagászati kutatásai egyetlen a kutatással, mert vannak olyan eredmények, amik örök érvényűek, és majd ezekről is lesz szó ebben az előadásban. Nem akarok itt olyan jellegű visszapillantást, hogy mely évekről volt szó már ilyen előadás keretében, mert az csak az időt vinni, de közelebb nem visz a témához. Viszont azt hadd említsem meg, hogyha nem így szól a cím, hogy a csillagászat 1989-ben, hanem úgy, hogy 1989 és a csillagászat, akkor teljesen jogosan van ott a jobb felső sarokban az NGC 1989, ami egy nagyon jellegtelen 15-16 magnitúdós galaxis a déli égen. Az 1989-es sorszámú kisbolygó, az legalább egy kicsit közelebb olyan szempontból is, hogy szlovák csillagászok fedezték fel, és így módon az elnevezés joga is az övék volt, úgyhogy az a Tátra nevet viseli. A HR 1989 a fényes csillagok katalógusában szereplő csillag az, és egy 6 magnitúdós a Taurus csillagkében, tehát az északi égen, de a HD 1989-es az ismét a déli égen van, és egy 9-10 magnitúdós csillag, tehát semmi izgalmas nincs bennük idézőjelben. És ezzel a számmisztikának vége van, a korábbi előadások nem mindig magából az évszámból kiindulva próbáltam érzékeltetni, az az évszám önmagában miért érdekes. Az 1989-es az mint szám egyáltalán nem olyan izgalmas, nincsenek érdekes aritmetik vagy algebrai tulajdonságai. Úgyhogy a szokáshoz híven először végigfutunk a földi eseményeken, hogy elhelyezzük magunkat, hogy hol is tartottunk, vagy mi is volt a világhelyzet 1989-ben, hogy ennek fényében nézhessük végig, hogy és az égen mi történt. Hónapok szerinti bontásban megyünk végig, nagyon röviden. Dőlt betűkkel szedtem mindent, ami magyar vonatkozású, az állóbetűk, azok a világpolitikai események. Hirohito meghalt, Akihito lett japán császárra, hát ez világpolitikai tényleg fontos esemény. Az idősebbik Bush akkor vette át az elnöki pozíciót az Amerikai Egyesült Államokban. Elkészült a szovjet csapatok kivonulásának az ütemterve januárban, de akkor még nem vonultak. Februárban Afganisztánból kivonult a szovjet haderő. Hát utána következő évtizedeket már tudjuk, hogy ettől a helyzet nem lett jobb. Afganisztánban van más haderő ottan. Az MSZNP KB jóváhagyja, itt idézőjelbe írtam, mert így fogalmazták
hogy a fokozatos és folyamatos átmenetet a többpárti rendszerbe. Khomeini ajatollah halálra ítéli Salman Rushdie indiai származású angol írót, sátáni versek szerzőjét. Ehhez képest Salman Rushdie még ma is él, Khomeini ajatollah 1989-ben már meghalt. Itt jegyzem meg, hogy itt a vitrin oldalán függ egy nagyon jó kis lista, hogy mi történt 1989-ben, és saját megnyugtatásomra elmondhatom, hogy abból a listából mindössze két tétel nem szerepel az én előadásomban, pedig akkor én nem ismertem az előadás összeállítása közben azt a kis összefoglalót. Hát, menjünk tovább. Márciusban a NATO és a Varsói Szerződés néhány tagállama elkezdett tárgyalni egymással, akkor már nagyon hideg háborúnak ezzel vége szakadt. Magyarországon megalakult az ellenzéki kerekasztal. Nem politikai esemény, de nagyon lényeges vetülete van az emberiségre nézve, hogy az Exxon Valdez, a képen is látható, tartályhajó Zátonyra futott, és ezzel 400 ezer tonna nyersolaj ömlött az óceánba. Azóta is történtek hasonló mértékű környezeti katasztrófák, és ennek őszintén szóval nem nagyon örülünk, és egyszerűen az emberiség idézőjelben, vagy képletesen is a vesztébe rohan, amikor ennyire negligálja a környezeti tényezőket, hogy saját maga sírásója akar és tud lenni. Megszűnt a vízumkényszer Magyarország és az NSZK között. Volt egy olyan ország, hogy NSZK, mert akkor még a németek ketten voltak. Áprilisban utoljára állami ünnep, április 4-e. A lengyelek, hát ugye az összes volt szocialista ország elkezdett picit forrongani akkor, úgyhogy a lengyeleknél is, a kormány is, meg az ellenzék is az ugye az erejét fitoktatta, és akkor megállapodtak a politikai reformról, a szolidaritás elismertetéséről, stb. Ekkor kezdődött meg a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, de az egy hosszadalmas folyamat volt. Egy másik tragikus esemény, az akkor volt már áprilisban a Liverpool-Nottingham labdarúgó mérkőzésen az a bizonyos katasztrófa, amiről senki nem hitt, hogy be tud következni, miután néhány évvel azelőtt volt Brüsszelben a Heysel stadionban az a még nagyobb katasztrófa. És akkor ugye megrendszabályozták a futballmérkőzésekre a bejutást és egyáltalán a rendet. Így sikerült. Májusban megkezdődött a vasfüggöny fölszedés a nyugati határunkon. A német kormány leállította a nagymarosi vízerőmű építését, hát a nyomait még azóta is láthatjuk Nagymaros környékén. Megkezdi adását a Kalipszó rádió, nem tudom, hogy ki emlékszik arra, hogy ez volt az első kereskedelmi rádió, és a helyes megfejtők között Kalipszó zoknit adtak ajándékba. 30 év után újra szovjet államfő, nevezetesen Mihály Gorbacsov Kínába látogatott. Nem részletezem a szovjet-kínai viszony feszültségének az okait, de minden esetre 30 év telt el, úgyhogy nagyon haragban voltak egymással. Ettől teljesen függetlenül nem ennek következménye, hogy júniusban, tehát következő hónapban Pekingben diáktüntetés volt, amit véresen, hát, hogy véráldozatokkal levert a kínai politikai vezetés. És ugyancsak ebben a hónapban történt egy hatalmas vonatbaleset Szovjetunióban 780 halálos áldozattal. Megmondom őszintén, én akkor hallottam erről először, amikor erre az előadásra készültem. Nemrég, hát akkor újságolvasó voltam, nem volt még internet, hogy híreket számítógépen olvastunk volna, újságokat rendszeresen olvastam, és a magyar sajtó nem írt erről. Úgy történt, hogy ez Burjátföldön, Ufától nem messze, két gyerekeket szállító vonat egymásra ellentétes irányban, mert arteki úttörőtáborba vitték, hozták a nyaraló gyerekeket, vagy nyaralás után vitték vissza, és a vasút mellett húzódott, vagy talán most is húzódik egy földgázvezeték, ahol elkezdett tereszteni maga a vezeték. Érdekes módon, vagy jellemző módon a nyomás csökkenést az illetékes diszpécserek észlelték, de semmit nem tettek annak érdekében, hogy kiderítsék, hogy vajon mitől esett le a nyomás.
és a mozdonynak az egyik szikrája az szépen begyújtotta az egészet, és a két egymással szembe vonulóban, főleg gyerek, ez a 780 zöme gyerek. A dátumra emlékszünk, ez június 16-án volt Nagy Imre és kivégzett társai ünnepi és újratemetése. Ez volt a legfontosabb hazai esemény júniusban. Júliusban, augusztusban, szeptemberben látszik, hogy csupa dőltbetől, a világpolitika az, hogy mondjam, nyáron szünetelt, uborka szezon volt a világban. Semmi említésre méltó nem történt hazánkban annál inkább. Júliusban rehabilitálták az 56-os politikai elítélteket, hát ezzel túl sokra nem mentek. Egy nap különbséggel, vagy talán aznap, amikor ez megtörtént, akkor meghalt Kádár János. Érdekes módon ezen a listán, itt a fontos események egymás mellett az van, hogy a Voyager 2 elhaladt a Neptunusz mellett, és Kádár János meghalt. Tehát ezek rangban egyforma fontosságúak. De a Voyager 2-ről majd a megfelelő helyen részletesen beszélek. Ekkor volt a Pán-Európai Piknik Sopronnál, ismerjük, vagy hát nem részletezem itt a... Ezzel kapcsolatos érdekes eseményeket, hogy a NDK turisták, akik Magyarországra jöttek, azok akkor szépen át tudtak slisszolni Ausztriába, és onnan Nyugat-Németországba. Szeptemberben viszont hivatalosan is megnyitottuk a nyugati határokat. Tehát akkor már bárki szabadon át tudott menni Ausztriába, és onnan tovább, hogyha engedték. Október az MSZNP utolsó kongresszusát tartotta. Azóta újra van MSZNP, de ez az MSZNP nem ugyanaz, mint az az MSZNP volt. Gorbacsov, mint nagyutazó, Kína után elment Berlinbe is, ami akkor még az NDK fővárosa volt, és hát nógatta a kelet-német vezetőket, hogy hajtsanak végre reformokat, de nem csak a Gorbacsov nógatta, hanem a kelet-német lakosság is elég erőteljesen szólt ennek érdekében. Itthon Szűrös Mátyás kikiáltotta a magyar köztársaságot, hogy ez mennyire köztársaság, hát ezt azóta is tapasztalhatjuk. Novemberben nagy tüntetés volt az NDK-ban a határmegnyitások, én már kelet-német-nyugat-német határ megnyitásáért vagy megszüntetéséért. Megkezdik a berlini fal lebontását és megnyitják a határokat. Tehát néhány napon vagy héten belül elérték a céljukat a tüntetők. A szocializmus egyik utolsó fellegvára Bulgária, ott is lemondott Todor Zsivkov, aki évtizedeken át országlott a Bulgáriát. Prágában ekkor már javában zajlottak tüntetések, korábban is, csak egyszer nem írtam föl mindent a korábbi hónapokban, szóval addigra már nagy volt a forrongás Csehszlovákiában, akkor még Csehszlovákia volt, és november vége fele Kancellár javasolta, hogy tényleg újra kellene egyesíteni a két német államot. December, akkor már Bulgáriában is tüntettek. Sőt, Romániában is nagy tüntetések voltak néhány napon belül. Kitörtek a harcok Romániában Ceausescu ellen, és karácsony előtt Ripstrops elfogták a Ceausescu párost, és bírósági ítélet nélkül kivégezték is. Hát azon azóta is folyik a vita, hogy ez mennyire volt jogos vagy jogtalan. Egy utcai életkép Bukarestből. 1989. decemberéből álló kép, úgyhogy a mozgást nem érzékelhetjük. És ezzel a politikai áttekintésnek vége, de nagyon tanulságos a nagy halottak listáját végignézni, hogy ki mindenki halt meg 89-ben. Irving Berlin, amerikai zeneszerző, akinek az volt a, nem sorolom föl a híres szerzeményeit, de az a kiváltképpen érdekes az ő személyiségében, 103 éves korában halt meg. Salvador Dali, katalán festőművész és exhibicionista, úgyhogy ő is azt hiszem, hogy közismert személyiség azóta is. Andrei Gromyko, évtizedeken át Szovjetunió külügyminisztere volt, Hirohito japán császár, ABC-rendbe szedtem a vezetéknevek szerint, úgyhogy ez nem sorrendet jelent. Vladimir Horovic, ukrán származású amerikai zongoraművész,
érdemes rákeresni a webben az ő zene, a zongora játékára. Jakovlev, a repülőgép tervező szovjet, Kádár János, akiről már megemlékeztünk, Kálmán György, egy klasszikus színész, aki úgy lett az ország egyik legelső színésze, hogy nem volt színész diplomája, de attól még ő tudott játszani, hogy Latinovicsnak sem volt színész diplomája, sok más olyan színész van, aki papír nélkül nagy színész, Herbert von Karajan, karmester, görög származású német, Komeini Ajatollah, akiről szintén megemlékeztünk, hogy más halálát akarta, de ő halt meg, Kulin Gyurka bácsi, róla azért majd lesz még egy külön képsorozat, Lakatos Gabriella, Valerina, Lantos Mihály az Aranycsapatból, Márai Sándor, író, Németh Imre, kalapácsvető olimpiai bajnok, Hermann Obert, a rakétakutató, Sir Laurence Olivier, angol színész, George Simenon, belga krimiszerző, Andrej Szaharov, aki fizikus is volt, és békeharcos is, és a Nobel-díjat azt a politikusi tevékenységért kapta, de a fizikában is jelentős eredményei voltak. Vörös Sándor költőnk, és Zita az utolsó magyar királyné. Úgyhogy mondhatnám, hogy A-tól Z-ig, de nem csak B-től Z-ig ez volt a lista, úgyhogy nem teljesedhet, de még lehetne hosszan sorolni, mert minden évben ennél sokkal több fontos és ismert ember hal meg. És ezzel a politizálásnak vége van. Próbáljuk meg elhelyezni 1989-et a csillagászat történetében. Ekkor még a 6 méteres a legnagyobb optikai távcső, akkor még Szovjetunió területén, Zelencsukban. De előző évben a Keck távcső kupolái már elkészültek. A távcső még nem, hát ugye a távcső készítése az nagyon lassú és drága és hosszú folyamat, de akkor már lehetett tudni, hogy lesz nagyobb távcső, és feltétlenül jobb minőségű távcső is, mert a 6 méteres az igazán nem sikerült. A tükör és a hely, a távcső hely kiválasztása sem igazán kedvező csillagászati célokra. A Greenbanki távcső is éppen romjaiba hevert, anyag kifáradás miatt 88-ban egyszer egy szélvihar során összeomlott. És amikor aztán egy-két évvel később újjáépítették, akkor már ügyeltek arra, hogy a területe az legalább ugyanakkora legyen, mint az Effelsbergi nagy rádiótávcsőjé, tehát most két nagyjából egyforma a legnagyobb mozgatható rádiótávcsőek a Földön, az nem lehet tudni, hogy melyik a legnagyobb, mert a kettő egyforma területű. A Greenbanki az nem kör alakú, úgyhogy ezért nehéz a területét meghatározni. A ismeretes, hogy az Arecibói rádiótávcső Puerto Ricóban az 60-as évek elején épült, az ennél jóval nagyobb, mert annak 300 méteres az átmérő, de az nem mozgatható a parabola felület, hanem fix. Plateau de Buron Franciaországban egy milliméteres hullámosszakon működő interferométer is működött már 1988 óta. Ugye a milliméteres csillagászat az ugye mindig háttérbe szorul egy picikét, mert olyan nehéz szemléltetni annak az eredményeit, és ugye az ember saját magából kiindulva mindig az optikai csillagászatot szereti, vagy azt ismeri legjobban. De a Földön ugye rádiócsillagászatot is lehet művelni, meg a milliméteres hullámhosszakon. Hát megint csak a mára utalva a Chilében működő ALMA távcsőrendszer, az se optikai hullámhosszakon működik, hanem millimétereseken, és micsoda eredmények lesznek néhány éven belül. A Hubble távcső az tovább késik, úgyhogy csak 90-ben bocsátják fel, egy évvel később, mint a mi számunkra izgalmas időszak. Viszonylag kevés csillagászati űrszonda tevékenykedett ebben az időben. Ezek közül kiemelkedő az IUE, az International Ultraviolet Explorer, ami az ultraviolet színképtartományban végzett spektroszkópiai méréseket, tehát nem képeket alkotott, nem az égboltot mérte fel, hanem kimondottan csillagokról, meg nem csillagokról. Ultraviolet hullámhosszakon színképeket készített. Hosszú időn keresztül
18 éven keresztül működött, úgyhogy a Hubble űrtávcső előtt ez volt az időtartam rekorder csillagászati szonda. Az SMM, Solar Maximum Mission, erre majd később visszatérünk, mert ez 89-ben fejezte be a működését, tehát ez a mi számunkra fontosabb, mint azok, amik áthúzódtak 89-en. Az Astron nevezetű szovjet űrszonda, ami szintén 89-ig működött, úgyhogy erről is lesz majd egy fél diánk később, és a Ginga nevezetű japán röntgen távcső, röntgen szonda, ami 4 éven keresztül működött, és beleesett a 89. Érdekes módon ekkor más röntgen szonda nem volt, hosszú időn keresztül nem voltak. A klasszikus röntgen szondák, az Uhuru, az akkor már nem működött. A nagy, jelenleg is működő röntgen szondák még nem, azok 99 óta működik a Chandra, meg az XMM Newton, és a japánok ekkor kihasználták ezt a hézagot, és egymás után három, vagy egymást nem átfedő időszakban három röntgenszondát bocsátottak föl. Ez volt a harmadik, a Hakucho, a Tenma, meg a Ginga. A Ginga az magyarul galaxist jelent. Ha sok szondát bocsátanak föl a japánok, akkor megtanulunk japánul. Ugye a Subaru, japán távcső, az ugye az a fias tyúkot jelenti, az az automárka is, ugye aki jártában keltében lát Subaru autót, az figyelje meg, hogy a emblémája az a fias tyúknak a hét csillaga. Jobboldali oszlopban mi történt még a csillagászatban ebben az évben? A Greenwich Observatórium, akkor már nem Greenwichben volt, hanem Helsmonceau kastélyban, azt innen is kiebrudalják és áttelepítik Cambridge-be, a Cambridge Observatóriumba. Nem 89-ben, akkor kezdték költöztetni, úgyhogy következő évben lett kész a néhány épület, ahol most ők ottan székelnek. Átszervezték a Mount Wilson Observatóriumot is, úgyhogy attól kezdve Observatories of the Carnegie Institution lett a nevük. Ez más lényeges változással nem járt, csak a nevük változott. Megszületett a szerződés a VLT tükreinek elkészítésére. 89-et írunk. És a VLT tükrei azok ugye megfelelő ütemben elkészülgettek, és az ezerforduló tájékán egymás után adták át. Tehát körülbelül 10 év, vagy legalább 10 év, mire a tükör elkészült, és a hozzátartozó távcső, befoglaló távcső is elkészült. Ugye, két évvel korábban, 87 februárjában fény lett föl a Magellán felhőbeli szupernova. Ekkor már 10 magnitudó alá halványodott. Tehát látványnak nem volt igazán látványos, de csillagászati objektumnak igazán érdekes maradt azóta is. Még nem ismertek bolygót a naprendszeren kívül. Az első két nem naptípusú csillag körül, Pulzár körül talált bolygót is 92-ben fedezték fel, tehát néhány évvel később. A naptípusú csillag körül ugye 95-ben találtak először, azóta nincs megállás. A szintén megjósolt barna törpéket már állítólag találtak 89-ben, de azokról bebizonyosodott, azok nem barna törpék voltak, csak annak gondolták őket, amikor a felfedezést bejelentették, de a tüzetesek vizsgálatnál kiderült, hogy nem. Űrkutatási események, ez viszont időrendben sikerült szednem, és ezekre majd visszatérünk picit részletesebben, úgyhogy csak átfutunk. Mars 2, az egyik sikeres szovjet Mars szonda, nagyon rövid ideig, de működött a Marsnál. A Magellánt indították a Vénuszhoz, az Astron befejezi a 6 éves működését, nem erre utaltam, amikor mondtam, hogy egy fél kép lesz majd róla később. A Hipparchos, ami az első asztrometriai mesterséges hold volt, augusztusban elindult sikeres útjára. A Voyager 2 augusztusban került, jesszus már, kihagytam egy B betűt, elnézést. És majd még egy zárójel bezárva is fog hiányozni egy később, de azt már észrevettem, csak javítani lusta voltam, ezt a B-t most látom először, hogy ekkora nagy. Hát elnézést, gondoljunk hozzá még egy B-t. Tehát ekkor volt legközelebb a Neptunuszhoz, és Voyager 2-ről, vagy Neptunuszról még majd lesz szó. Galileo elindult a Jupiter felé, a Cosmic Background Explorer is ekkor indították ekkor. A Granat
szovjet szonda. Ekkor bocsátották fel decemberben, és ugyancsak az SMM, Solar Maximum Mission, visszatért a Föld légkörébe, ezzel befejezte sikeres tevékenységét, de eredményeiről majd lesz szó. Igen, már is. Az SMM kedves egészséged. A több szempontból nagyon fontos a Solar Maximum Mission. Egyrészt azért, mert ezen próbált, valami történt vele menet közben néhány évvel korábban, és ugye annak az volt az egyik fontos feladata, hogy egy napciklus lefolyását mérje végig, lehetőleg sok hullámhosszon, röntgentartományban, gammatartományban, a teljes rövid hullámú és hosszú hullámú tartományban, tehát kvázi egy bolométerként a teljes sugárzás energiát mérje végig, és a koronográfiával a nap légkörét is nézze végig, tehát évről évre, mennél hosszabb a működés, annál jobban le lehet fedni egy napciklust, naptevékenységi ciklust. Igen ám, de egyszer csak fölmondta a szolgálatot valami benne, és ekkor próbálták ki először, hogy az űrrepülőgéppel oda repülnek hozzá, visszateszik a űrsiklónak a rakodóterébe, és megszerelik, és aztán visszaállítják a pályára. Ez akkor nem volt annyira, nem volt nagyon nagy média visszhangja annak idején, mert hát ez kit érdekel, hogy egy napszondát megjavítanak az űrhajósok. De ekkor gyakorolták be azt a bizonyos szervíz manővert, amit azóta a Hubble űrtávcső esetében több alkalommal végigcsinált. Tehát ez volt a fő próba, és ennek köszönhetjük, hogy a Hubble űrtávcső ennyire tartósan működő képes, mert akkor már tudatosan tervezték ezeket a fajta szervizeket. És hát természetesen mondani se kell, hogy annak idején a pályára állítását is a űrrepülőgépről végezték, tehát alacsony föld körüli pályán, hogy könnyen meg lehessen közelíteni. Na, a számunkra az egyik lényeges az tehát ez, a szerviz lehetőség, ezen próbálták ki, a másik pedig ez az ACRIM nevezetű műszer, amit most nem fogok feloldani, az idő megy, és úgy sincs sok értelme, illetve sok értelme van, de letöltjük csak az időt. Nem, ezzel tehát egy teljes, nagyon széles hullámos tartományban a fluxusát mérték a napnak, és ebből meghatározták a nap állandót, ami, mint a neve is mutatja, az elvileg egy állandó érték. A gyakorlatban azonban nem állandó, itt ezen a jobb oldali képen látjuk, hogy az idő függvényében, az hátsó sorokban nem lehet látni itt az évszámok, tehát minden egyes nagyobb vonalka egy-egy év. És ez maga a SMM-nek a mérési sorozata, tehát ennyi ideig működött, tehát majdnem sikerült lefedni egy teljes napciklust. Tehát egyértelművé vált, hogy a napállandó az nem állandó, hanem változik a naptevékenységgel. És hát ugye a naív elképzelés az az, hogy amikor a napon sok folt van, a napfoltok sötétebbek, akkor azok kiharapnak valamit a nap felületi fényességéből, tehát akkor a napállandó egy picikét kisebb, amikor sok a folt, tehát erős a naptevékenység. És ez az ábra, ez ennek éppen az ellenkezőjét mutatja, össze lehetne vetni itt a pillangó diagrammal, de elég nehéz, mert a skála nem ugyanaz, ezért mondom, hogy épp az ellenkezőjét tapasztalták, hogy amikor sok folt van a napon, akkor nagyobb a napállandó, akkor fényesebb a nap összességében, amiatt, amit itt látunk, hogy a foltokon kívüli területeken is rengeteg fényes terület van, ezek a fáklyamezők. És ehhez is egy földön kívüli napobszervatórium kellett, mert a föld felszínéről ilyen képeket a nap felszínéről nem lehet csinálni. Azóta se. Tehát most már tudjuk, hogy a napállandó nem állandó, és akkor ér több sugárzás a földet, vagy egyet a nap, jön ki több sugárzás a napból, amikor erős a naptevékenység. Hiába van sok volt. Na, fussunk végig néhány égi eseményen. A jobb alsó sarkot még ne nézzük. Holdfedések, elfedte a Merkurt, a Vénuszt, a Pallaszt, a Junót, a Hévét, hát ez csorog az ember nyála, hogy ezeket lehetett látni 1989-ben, valahonnan, de Magyarországról egyiket se. A Prézepét 7-szer. És ez mind máshol. Kárpát-medence nem csak húzatos, hanem ilyen szempontból is rossz helyen van. Részleges napfogyatkozás volt
2 szintén nem látszott Magyarországról. A teljes holdfogyatkozás az viszont többnyire azért szokott látszani. Ami unikális esemény, mert ritkán van, és tényleg 89-ben történt. A Plutó ekkor került perihéliumba 89. szeptemberébe, és ez 248 évenként fordul elő, gyakrabban nem. Nagyon érdekes esemény, és erről is azért még 3-nál több mondatot fogok mondani, hiába megy az idő. A Föld közelben haladt el egy utóbb Asklépius nevet kapott kisbolygó, 1989 FC. Azt hiszem, hogy jó sikerült memorizálnom a nevét, igen, teljesen 89 FC kisbolygó. Március 31-én fedezték fel, és a pályáját meghatározták, és akkor derült ki, hogy március 22-én 4000 csillagászati egységre volt a Földtől. Ez amúgy nem egy szoros közelség, mert kétszeres holdtávol, földhold távolság, de ez a 4000 csillagászati egység, ez úgy volt a Földtől, hogy abban a pillanatban keresztezte a Föld pályáját. Tehát, hogyha a Föld nem olyan sebességgel kering, mint ahogy kering, hanem éppen előbbre van, akkor telibe talál. És ezt hál' Istennek sikerült jól tálalni a médiában, ezt a megúszott kisbolygó becsapódást, és ekkor az amerikaiak sikerült nekik nagy pénzt leszakítani, hogy ezeket a föld közeli kisbolygókat szisztematikusan elkezdjék keresni. Tehát ez volt a bűnös, ez a később Asklepius nevet kapott kisbolygó, hogy ráébredtek a döntéshozók, pénzadományozók, szenátus akárkik, hogy ezzel foglalkozni kell. Mert ha a Föld véletlenül egy picit előbbre tart a pályáján, akkor már nem vagyunk itt, vagy egyszerűen Amerika nincs ott. Mi esetleg megúszunk. További érdekesség, hogy idén augusztusban ugyanez a kisbolygó megint Föld közelségben lesz, de nem éppen a Föld pályáját keresztezi, és akkor 11 magnitúdós volt, most csak 18, tehát jóval messzebbre lesz tőlünk. Napkitörések. Volt 2 nagyon nagy napkitörés 89-ben, ebből az egyik az a idézőjelben a szakma számára érdekes, ez egy X-20-as kategóriája, amit a GOZ napszonda észlelt, ami hihetetlenül erős volt, ez 2000 watt per négyzetméter röntgenluminozitásnak felelt meg, hát nem csinálunk itt összehasonlításokat, de ez kimondottan a legerősebbek egyike. Ami viszont nem csak a szakma számára érdekes, hanem az emberiséget is elgondolkoztatta annak idején. Március 13-án, amikor a Föld irányába érkezett a napkitörésnek a hatása és a magnetoszféra megfelelő erővonalai mentén a töltött részecskék lejutottak a Földre, és ekkor következett be az a bizonyos hatalmas áramszünet Kanada Quebec tartományában 9 órán át. Egyszerűen olyan térerősséget, olyan tranzienseket keltett ez a ionizáló sugárzás, hogy leégett az összes transzformátorállomás néhány száz vagy ezer kilométeres tartományban is megszűnt az áramellátás 9 órán. Hát ilyen volt a transzformátor, ilyen lett a transzformátor. És rengeteg mesterséges égítest is akkor ugye kicsit nagyon tönkrement, és azóta van az, hogy ilyen erősebb napkitörések esetén, ami a Föld irányába jön, akkor elfordítják a űrszondákat biztonsági irányba, vagy valami vész helyzetbe állítják őket. Űrhajósok is szépen bebújnak a kuckójukba, úgyhogy űrsétát nem végeznek, és a Föld továbbra is ki van téve ilyen jellegű hatalmas tranzienseknek, úgyhogy védtelenek vagyunk. Lehet elektronikusan úgy tervezni, hogy mennél kevésbé sérüljenek ezek a drága elektronikus berendezések, de senki nem garantálja, hogy ilyen jellegű nem lesz legközelebb akármikor. Üstökösök. 34 üstököst figyeltek meg 1989-ben, közülük 20 volt új felfedezésű, és jó néhány visszatérő. Az ugye a visszatérők közül az ismertebb a Ponce-Winnecke, Brorzel-Metcalf, lovas
egy üstökös, Wild 2, Schwarzmann Wachmann 3. Érdekes módon három üstököst a Solar Maximum Mission-nál találtak. Ugye a koronográfia az állandóan figyelte a napot, tehát a környezetében ezek a Kreutzfélre napsúrolók, azokról ja, akkor még nem tudtunk, de azóta már a Soho űrszondával nem tudom hány ezer, 2000 már meghaladta, nem követem eseményeket. Ezzel biztos. Ezzel biztos, mert az ezerről még tudok, de az már jó néhány éve volt, tehát most már nem újdonság, hogy ez, száz számra fedeznek föl üstököseket egy évben, akkor egy év alatt 34-et találtak. A legfényesebb az a decemberben megtalált Austin üstökös volt. Ez a déli égnek volt nagyon szép látvány. Északi égen annyira nem volt szép. De azért nekünk legyen mondva egy ilyen üstökös bármelyik évben. Szupernovák, ez csak a érzékeltetésül, hogy akkor egy évben még ennyi szupernovát, ez 32 volt darabszámra. Nem, ezt is felírtam, csak felejtettem megjegyezni, hogy 32, nem, ma nem tévedek, igen. És ott van egy lovas is, hát érdekesebb nevek között szaladjunk, végig van egy lovas, hogyha hátulról nem látszik, előről biztos. Aztán itt van egy Permutter, aztán itt is van Permutter, ő az, aki később Nobel-díjat kapott, nemzetesen tavaly a gyorsuló tágulásért. Aztán ki van még? Gondolom van itt ez a Wide, ez ugyanaz a Wide, aki az üstökös. Van McNaught, az is ismerős üstökös frontról. Azóta ugye a lista az ennél nagyobb, utóbbi években itt nem állunk meg 32-nél, hanem szupernova kereső programokkal ilyen százakat fedeznek fel minden évben. Na, Voyager 2 Neptunusnál. Ezek egy kivétellel mind Voyager 2 felvételek. Ugye 77-ben indult mind a két Voyager, a Voyager 1 az elkerült a Neptunus, más pályán ment Uranusig, mindegyiket fölkereste ő is. A Voyager 2-t úgy irányították, hogy az a Neptunus mellett is elhaladt. Lényegében majdnem fél éven át figyelte a Neptunuszt. Ezek itt a Hubble űrtávcsöves felvételek. Ekkor derült ki, hogy hihetetlenül mozgalmas a Neptunusz. Nagyon messze van a naptól, tehát az ember azt várná, hogy a kis hőingadozás miatt az egy nyugodtabb felszín, vagy nyugodtabb légkörű bolygó, mint a Jupiter, Saturnus, vagy akár az Uranus, de nem. Ez a legviharosabb a gázbolygók közül a naprendszerben. 2400 km/órás szél tud fújni, és ezek a felszíni képződmények, ezek ráadásul ellenkező irányba forognak, mint ahogy a bolygó maga forog. Azon kívül a megfigyelő műszerei kimutatták, hogy van mágneses tere a Neptunusznak, ami arra utal, hogy a belsej az csepp folyós. Hát ugye a dinamó eredetű mágneses tér az csak akkor tud keletkezni, hogyha belül nem szilárd, hanem mozog az anyag. Tehát van mágneses tér, a Neptunusz belseje az cseppfolyós, és a mágneses tenger meg a forgástenger az valami a 45 fok körüli szöget zár be egymással. Erre sincs észszerű magyarázat. Fölfedezte a Neptunusznak a gyűrűit, meg jó néhány holdját, itt van a lista, ez bentről kifelé haladva, itt is láthatjuk a gyűrűket, vagy nem láthatjuk, csak a nevek szerepelnek. Itt sorszámokkal vannak a ringek, R1, R2, R3, és bentről kifelé haladva a kis holdak neve és a gyűrűk elhelyezkedése. És aztán később a Hubble űrtávcső felvételein lehet látni, hogy mennyire mozgalmas a Neptunusznak a felszíne, évről évre egészen más légköri képződmények vannak. Kevésbé sikertörténet a Phobos 2 a Marsnál. Hát az közismert, hogy köztudott, hogy szovjeteket, oroszokat az ág is húzza, mert a Mars szondáik azok rendre nem sikerülnek. Na végre akadt egy, amelyik elérkezett a Marshoz, a Mars 2. januárban, de márciusban megszakadt a kapcsolat. A Phobos egy hasonlóképpen járt fél évvel hamarabb. Nagyon kevés képet tudott továbbítani a Földre, ezek közül ez az egyik, ami hát mindenféle mendemondáknak a táptalaja lett, úgyhogy a tudományos szakirodalomban nagyon keveset
találunk a Phobos 2 eredményeiről, inkább a bulvár sajtóban, vagy az UFO magazinokban, egyebekben lehet a Phobos 2 felvételével találkozni, mert ezt a képződményt hát annak tulajdonítják, hogy ez az a UFO jellegű akármi, amelyik szándékosan aztán tönkretette a Mars 2-t, hogy nehogy betolakodjon a Marsra. Na. Közelítünk a csillagászathoz, már olyan értelemben, hogy a konkrét csillagászati eredményekhez. Nézzük meg, hogy mi minden könyv jelent meg, fontosabb szakkönyvek 89-ben. Négyet emeltem ki ezek közül, a listelnél természetesen jóval bővebb. A kisbolygókról van egy nagyon jó összefoglalás. A második kötet jelent meg ekkor. Aztán a strasbourgiak kiadták a Data in Astronomy című szakmában közhasznú könyvet. Egy három kötetes sorozatnak a Erika Böhm-Wittens, német származású amerikai csillagász, készítette, írta, ekkor jelent meg az első kötete ennek a Stellar Astrophysics-nak, a Basic Stellar Observations and Data, tényleg egy nagyon hasznos összefoglaló mű. A három kötetes, ebből az első az 89-es, aztán egy asztrofizikai mű, ami egy konkrét témával foglalkozik, a gázködök és aktív galaxis magok asztrofizikája, Donald Osterbrocknak a könyve. És Magyarországon. Ebben az évben jelent meg az Akadémiai Kiadónál ez a bizonyos csillagászat könyv, ami sok szempontból nagyon hasznos, sok szempontból nem egészen sikerült könyv, de mindannyian örültünk annak idején, hogy végre lehetett egy ilyen. És azt tudom, hogy még most is haszonnal forgatják egyetemi hallgatók. Kicsit már nagyon elavult, mert ugye 23 év eltelt. Aztán még itten arra akartam kitérni, hogy nézzük meg, hogy milyen jól mutat egy gömbhalmaz egy könyv címlapján. Ott is gömbhalmaz látunk, meg itt is gömbhalmaz látunk. Azt összehasonlítottam, hogy ez nem ugyanaz a gömbhalmaz, és feltétlenül nem is ugyanaz a gömbhalmaz, ami az MCL logón van, vagy lesz később. Szokás szerint megjelent a csillagászati évkönyv, ekkor még a gondolat adta ki, de ez nem maradt így sokáig utána. És két nagyon jó kis tankönyv, a Érdi Bálintnak az égi mechanika egyetemi jegyzete vagy tankönyve, és ugyancsak Érdi Bálintnak a mesterséges holdak mozgása könyve. És ezzel ennek a listának még nincsen vége, mert nagyon sok ismeretterjesztő könyv is jelent meg, és ez tényleg csak válogatásából, ennél sokkal több volt a magyar nyelvű ismeretterjesztő könyvek listája. Ez a képhez képest ennél jóval kisebb maga a könyv, mert ugye gondol a zsebkönyvsorozatban jelent meg Széchenyi Nagy Gábornak a Fiastyúkról szóló kis könyve. Hát Gábornak erről a helyről kívánok jobbulást. Ugyancsak ennek az évnek a terméke, és hát ugye lényegében évfolyamtársak vagyunk, Gábor is, Csaba Gyuri is, én is egy évben születtünk, ez Csaba Gyurkának a szintén zsebkönyve, a Búvár zsebkönyvek sorozatban, az Égi testek, egy nagyon aranyos kis kötet a Móra kiadónál jelent meg. Aztán érdekes módon a Hawkingnak az idő rövid története első kiadása, lehet, hogy nem is az első, nem néztem utána, de ekkor már jelent meg magyarul egy kiadás ebből, azóta is, nem tudom, 2-3 évente mindig más-más könyvkiadó, de kiadja. És ekkor jelent meg a Plutó felfedezésének története, Tombaugh könyve, Tombaugh és Patrick Moore. Egyiknek a nevét se kell itten bemutatni. A Nobel-díjakat nem sorolom fel, érdekes módon ebben az évben a Nobel-díjasok listája az kevésbé közismert és számunkra nem is annyira fontos. Ezért a díjak közül egyetlen egyet emelek ki, az Amerikai Pacifikus Társaság az az egyik legfontosabb csillagászati díj, a Bruce Aram, amit ők adnak ki minden évben egy kiemelkedő munkásságért, és 89-ben Adrian Blauw kapta, holland csillagász, aki szintén tisztes kort ért meg,
tavaly előtt halt meg 96 éves korában, és még utolsó éveiben is szeretett utazni, és dolgozott, és bírta a strapát, úgyhogy itten ugye szerepe, hogy az EZO-nak ő volt a főigazgatója 70-től 74-ig. Itt az EZO Chilei egyik távcsövén, és őt nevezetesen a VLT-nél, Tim Dezeu-val, a jelenlegi főigazgatóval, tehát ez a kép halála előtt egy vagy két évvel készült, mert a Tim az nagyon rövid idővel ezelőtt lett főigazgató. És ugye itt se volt fiatal, itt még idősebb is, itt nem már aggasztján, és a főbb eredménye ezek a területrendszer szerkezetével, csillaghalmazok mozgásával kapcsolatosak, és számunkra még az is kapcsolódik a jelenlegi témánkhoz, hogy a Hipparkosz, amiről mindjárt szó lesz, programbizottságának az elnöke volt, tehát a Hipparkosz tudományos programját ő felügyelte, vagy az összeállításában jelentős része volt. És ami a mai előadást is részben kiváltott, hogy 89-ben alakult újjá a Magyar Csillagászati Egyesület. Hát ezen a gömbhalmazon több, ebben a gömbhalmazban sokkal több csillagot látunk, mint az előbbi könyvcímlapokon. A fennmaradt dokumentumok közül ezt sikerült megszerezni Mizser Attila jóvoltából, itt a jelenléti ív. Február 19-én alakultunk újjá. Ott volt Aurél, ott volt Zombori Otto, és sokan mások ott voltak, itt egyes számú Kulin Gyurka bácsi, Kollát Zoli, és hát sok-sok ismert név, hát ő is ott volt, igen. Csak ezt nem emelem ki. Úgyhogy sok-sok ismert név. Gyurka bácsi aztán áprilisban néhány nappal, most jubileumi névnapja előtt meghalt, úgyhogy abban az évben temettük el. Ez, ha egy képet lehet kiemelni Kulin Györgyről, akkor ez az ő hitvallása. Ebbe a képben minden benne van. Ahogy ő a gyereket nézi, ahogy a gyerek a távcsövet nézi, és amilyen szeretet van Gyurka bácsi képén. Ez a temetésén készült, nem kis létszámú gyászoló közönség. Itt a sírja, itt pedig Nagy Szalontán a Kulin mellszobor. Hát halál után legyen valami vidámabb is megszületés. Mi született 89-ben? Az adaptív optika. Maga a berendezés az nem annyira látványos, mint amennyire, hogy mondjam, szóval mosolyra késztető, itt a Hokedli mellett egy állványra felszerelve. És hát ugye a szupercsúcs technológia korszakában az is lehet, hogy furcsának tűnik, hogy ezt a franciák alkották meg. Először Haute-Provence Observatóriumba próbálták 89. októberében. Itt van a elvi sémája, tehát a tükröt billegetik, hogy a légköri turbulenciát egészen rövid időskálán korrigálják, és számítógéppel nézik, hogy merre kell billenteni a tükröt nagyon rövid idő állandóval, hogy a kép a lehető legkevésbé legyen nyugtalan. Tehát ebből ez lett az adaptív optika jótékony hatására, ez a Deneb közeli infravörös hullámos szakon. És ha már itt tartunk az ilyen technikai részleteknél, akkor megemlítem, hogy 89-ben a legnagyobb CCD chip az 2048-as volt a KitPeak-en. KitPeak az majd még fog szerepelni egy későbbi képen is. A 4 méteres távcsőjével igazán az volt a leghatékonyabb távcső. Abban az időben említettem, hogy a 6 méteres az hivatalosan méretre a legnagyobb volt, de használatát tekintve nem volt annyira effektív. És ha már megvan az adaptív optika, akkor a legnagyobb teljesítmény, hogy ebben az évben állították, vagy helyezték üzembe, ekkor lett az első fény a New Technology teleszkópon, ami egy 3,6 méteres átmérőjű, és mindössze 24 cm vastag tükör. Ez a New Technology, ez sok mindent tartogat ez a jelző, vagy jelzős szerkezet. Egyrészt a technikai, fontosabb technikai újdonságokat itt soroltam fel, vagy itt említem meg, azimutális
a szerelés, tehát viszonylag kis helyen elfér. Ekvatoriális szerelésnél ugye nagy kupola kell. Így viszont számítógéppel bármilyen irányba el lehet fordítani, nem a rektaszcenzió és deklinációs tengely mentén, hanem horizontálisan, illetve vertikálisan, de számítógépen mindent meg lehet csinálni. Az adaptív optika mellett a tükör is aktív, még szakcsillagászok is rendszeresen keverik, hogy mi a különbség az aktív optika és az adaptív optika között. Az adaptív optikánál mindig a segédtükröt billegtetik nagyon gyorsan, hogy a légköri turbulenciát, egyenletlenségeket kiküszöböljék. Az aktív optikánál hátulról bögdösik a főtükröt. Néhány, ide van írva, nem írtam ide, de itt lehet látni magán a képen, hogyha a legér is megszólal, hogy ennyi bögdöső van a tükör hátán. És lehet feszíteni, vékony a tükör, tehát előfeszítéssel vagy nyomással lehet deformálni a főtükör alakját, és szintén számítógéppel lehet ellenőrizni, hogy a főtükör milyen alakulnak kell éppen szabályozni, hogy a legjobb legyen a leképezés. Mitől változhat a főtükör alakja? És emiatt a leképezés mitől torzul. Egyrészt a hőmérsékleti egyenletlenségek, hát ekkora tükörnél már a tükör alsó fele, meg a felső fele, mert mondjuk közelebb van a kupola réséhez, eltérő hőmérsékletű, és ez hőmérsékleti deformációkat okoz. Illetve a gravitációs, hogyha nagy a tükör súlya, akkor a saját súlya alatt is elgörbül, deformálódik. Ezért is lényeges, hogy minimális a vastagságát. Képzeljünk el egy 3,6 méter átmérő tükröt, ami mindössze 24 cm. A legnagyobb vastagsága 24 cm. Ja, és ez ugye az EZO-ban van, Chilében, La Silla-n. Néhány kép válogatás nélkül, vagy enyhén válogatva. Lehet látni, hogy ezek olyan minőségű képek, minthogyha légkörön kívülről készítették volna. Tehát egy hagyományos, közönséges földi távcsővel ilyen felvételt nem igen lehet készíteni, sem az M17-ről, sem erről a kölcsönható galaxisról, sem az NGC 346, hogy gyönyörű szép nyílt halmaz, sem az RS Pupiszról, ami szintén csak félig véletlen, hogy ide került, nekem ez az egyik kedvenc objektumom, mert ugye az RS Pupisz maga Cefeida, csak bele van ágyazódva egy porfelhőbe, porburokba, és ennek alapján nagyon pontosan meg lehet határozni a távolságát, és a kalibrálni lehet a periódus fényesség relációt, de az másik előadás, és már volt szó itt a Polarisban is erről. Korábbi listában szerepelt már a felsorolás, hogy milyen űreszközöket indítottak. Itt néhánynak az indítása, ez a COBE indítása, ez a Galileo, nem az indítása, hanem még a szerelőpadon. A Magellan indítása, amit tehát egy rakétáról bocsátottak föl, föld körül pályáról, és a Hipparchos szintén itt még a laborban, aminek kalandos volt az indítása, de erre itt nem térek ki, majd előbb-utóbb egy-két év múlva úgyis beszélni fogok a Gaiáról, ami a Hipparchosnak az utóda, akkor majd megemlékezünk az elődről. A Cosmic Background Explorer-ek közül a fontosabb, és az előző név volt még a, vagyunk itt vagyunk a kisbetűke, idegettem a Granatot is, arról nincs az indításról kép, de majd lesz a Granatról szó. Tehát a COBE, ami a mikrohullámú háttérsugárzásnak az egyenetlenségét, anizotrópiáját próbálta kimérni, és sikerrel is mérte ki. Itt lehet látni, hogy mennyire változik a hőmérséklet. Tehát a mikrohullámú háttérsugárzás az nem annyira egyenletes, mint amennyire annak idején, amikor fölfedezték, nem annyira egyenletes, mint akkor, amikor hitték. Magáért a felfedezésért annak idején kaptak, vagy később kaptak Nobel-díjat, ugye a Penzias meg a Wilson, de a háttérsugárzás egyenletlenségeinek a kimutatásáért, a COBE eredményeiről szintén fizikai Nobel-díjat kapott két vezetőkutató, a Smooth meg a Mader 2006-ban, tehát az nemrég volt. Hipparchos. Ez említettem, hogy ez volt az első asztrometriai mesterséges hold. Az asztrometria annyira fontos tudományág, hogy érdemes űreszközöket is felbocsátani ennek érdekében, egy közönséges idézőben, közönséges pozíciómérés érdekében is.
118 ezer csillagra végzett pozíciómérést. Ez csak első hallásra nagy szám, hogyha meggondoljuk, hogy most ennek az utódja, ami majd jövőre fog indulni, az 10 milliárd csillagra végez, ennél pontosabban akkor ez eltörpül. De ez volt az úttörő, tehát ezzel sikerült meggyőzni az illetékeseket, hogy van jövője, van értelme az egésznek. Ötféle dolgot mért nagyon pontosan. A koordinátákat, tehát a helyzetet, rektaszenziót, deklinációt, a saját mozgásokat rekta irányba és deklinációs irányba mentén, szintén egy ezredív másodperc, illetve saját mozgásnál egy ezredív másodperc per év pontossággal, és a parallaxist, a trigonometriai parallaxist, tehát hogy a Föld napkörül keringése miatt mennyit változik a látszó égi helyzete. A parallaxis mérésnek az a rákfenéje innen a Földről, hogy nagyon kis látómezőben tudnak a földi távcsövek mérni. Tehát még a háttércsillagokhoz mérik a előtércsillagok elmozdulását, és a háttércsillag az szintén nem a végtelenben van, hanem valahol van. Tehát nagyon csalóka, hogy ami elmozdulást én mérek, az nem feltétlenül az előtércsillagnak a parallaktikus elmozdulása, hanem belejátszik a háttércsillagnak a parallaktikus elmozdulása is, meg a saját mozgása is. No, ez a Hipparchos, ez abszolút asztrometriát csinált, tehát nem a szomszédokhoz mérte, hanem minden csillagot, mind a 118 ezer csillagnak a helyzetét, mozgását, az összes többi 118 ezer csillaghoz mérték. Elképesztő, hogy milyen számítástechnikai feladat volt. Itt lehet nézni, hogy ez a látszó égi pálya a saját mozgás miatt megy valamerre, és erre rakódik a Föld napkörül keringése során ez a parallaktikus ellipszis. És ez nagyjából 100-szor mérték minden csillagra 100 mérést, összehasonlították a 118 ezer csillagra mind a 100 méréssel, és ezt az egészet úgy csinálták meg, hogy abszolút mérés legyen, hogy nem egy irányba nézett a Hipparchos távcsöve, hanem ez a 29 cm-es távcső, ez két irányból gyűjtött a fénysugarakat, egymástól 58 fokos eltérő irányból nézte az égbolt egyik irányát és a másik irányát. Ez azt jelenti, hogy ott a parallaktikus elmozdulás egy másik irányban az egészen más jellegű lesz. Így módon ki lehetett küszöbölni egy csomó szisztematikus hibát, és megalkották a egységes koordinátarendszert, erről majd mindjárt a következő dián, csak itt akarom nagyon hangsúlyozni, hogy addig asztrofizikai jellegű kijelentéseket nem tudunk egyetlen egy égitestről, távoli csillagról vagy egy más égitestről tenni, ameddig a távolságát nem tudjuk pontosan. Mert az, hogy milyen fényesnek vagy halványnak látjuk, abból még nem tudjuk megmondani, hogy ő mennyi fényt vagy sugárzást bocsátott ki. Csak a távolság birtokában tudjuk megmondani a luminozitását, és abból következtetni, hogy vajon akkor mi van a belsejében, és miért az. Picikét gyorsítunk a tempón, úgyhogy itt a részleteket nem akarom elmondani, hanem a főbb eredményeket, tehát hogy lett egy 118 ezer csillagot tartalmazó asztrometriai katalógus, amiből a konkrét csillagok tulajdonságait meg lehet határozni, csillag szerkezet, csillag fejlődésre vonatkozó információkat kihámozni. A teutrendszerbeli csillagok, legalábbis a hozzánk közeli és néhány száz fényéven belül a teutrendszer kinematikáját és dinamikáját meg lehetett határozni. Ekkor derült ki az is, vagy ekkor sikerült megerősíteni, mert más megfigyelések is voltak már, hogy a teutrendszer is küllős spirális, tehát hogy van egy küllő a teutrendszer magján keresztül, és hogy a teutrendszer korongja az kajla, mint egy kalap karimája, az lekonyult, tehát a korong az nem egy sík, hanem egyik irányba lehajlik, másik irányba felkunkorodik. Ez mind Hipparchos eredmény. Változó csillagok, kettős csillagok, nem részletezem, mert ez már ugye nem a 89-es eredmény, hanem későbbi eredmények, de a Hipparchosnak köszönhetjük, ami 89-ben indult. Galileo is 89-ben bocsátották föl az Atlantis űrsiklóról, és 1995 és 2003 között volt a Jupiternél, ekkor mért a Jupitert, de addig sem tétlenkedett. Itt van egy kis összeállítás, hogy 90-ben elhaladt a Gaspra kisbolygó mellett, íme a Gaspra. Ez volt talán az első közelkép kisbolygóról,
addig nem volt, később aztán lett, hál' Istennek, több is. 93 mellett elment az IDA mellett, amiről kiderült, hogy az nem csak az IDA, hanem van mellette egy daktil is. Itt van a daktil. És 94-ben, akkor még nem volt a Jupiternél, de már közelített hozzá, onnan észlelte a Shoemaker-Levy 9-üstökös becsapódását, és 95-ben, amikor odaért, akkor bocsátotta légköri szondát a Jupiterbe. Először csak egy előre tervezett légköri szondát, azt itt látjuk, és hol látjuk, itt látjuk, valahol van egy, nem, bocsánat, a később következő lesz majd, itt van a légköri szonda. Tehát terveztek egy szondát, amit szándékosan lebocsátottak, úgyhogy ő ejtőernyővel menjen le, hogy lassan essen le, és közben mérje végig a Jupiter légkörének a tulajdonságait. Hihetetlenül eredményes volt. És végig közelről vizsgálta Jupiter 4 nagyholdját, meg az összes kicsit, amit még talált. Itt látszik, hogy a Io felszínén talált ilyen kénes vulkánosságot, ez a Tvastar Katana nevezetű képződmény 1999. novemberében, majd 2000. februárjában, tehát 3 hónappal később ilyen erős változások. És akkor még felfedezte, hogy az Európa felszíne alatt, ugye ott van az a hihetetlen mennyiségű vizet tartalmazó óceán, tehát Galileo az a eddig legsikeresebb Jupiter szonda volt. Ami remélhetően nem csak számomra érdekes, és az most is a felkészülés közben derült ki, hogy még változó csillagokat is sikerült mérni a Galileóval. Ugye minden űrszondán van helyzetérzékelő, ami az iránybeállítás és az irányba tartást segíti elő. Ezen is volt, és ennek az adatait is archiválták, és jóval később, tehát nem amikor maga a mérés történt, hanem 97-ben derült ki, hogy a Delta Velorum a Galileo fényességmérése alapján a legfényesebb fedési változó az egész égen. Ez maga a 89-es fénymenet, ugye itten napok száma sorrendben, és akkor egyszer csak elkezdett halványodni. És utána ezt egy Galileóhoz beépített kutató, meg egy amatőr csillagász, Otero, Sebastian Otero, lehet, hogy a változó észlelő amatőrök ismerik is ezt a nevet, rengeteget publikált az IBVS-ben. Ők kimutatták, hogy 45,16 nappal, ez egy fedési kettős. Aztán vizsgálták mások is más jelleggel, egy frissebb publikációból itt van az asztrometriai pályája. Ez nem a 42 nap, hanem ez a 142 éves periódus, tehát valójában nem kettős csillag, hanem hármas csillag. A szorosabbik komponens az két darab B csillag szorosan egymás mellett ezzel a 45 napos periódussal, és a tágabb rendszer az 142 éves periódussal kettős. Tehát valójában ez is az indítatást, azt a Galileónak köszönhetjük. Magellán az első Vénusz térképező szonda, a NASA szondája, ami hogy olcsóbb legyen, felhasználták az összes pótalkatrészt, ami maradt a korábbi missziókból. Voyager, Galileo, Ulysses, ugye az napkutató, és a Mariner 9 tartalékalka, amit az udvaron találtak, azt mind beépítették, de sikerült az akció. Űrrepülőgépről indították, ez is ugye olcsóbbá teszi az egészet, és 90 és 94 között vizsgálta a Vénuszt. Az volt a célja, hogy radartérképezést végezzen, mert hát ugye felülről nem lehet lelátni optikai hullámhosszakon a Vénuszra, mint tudjuk. Itt a pályáját lehet látni, vagy nem lehet látni, mert nagyon gyenge a kép, és megy az idő. És a radarképek alapján itt van néhány tipikus vagy jellegzetes felvétel. Ez a vulkánok az Alfa régióban, ezek a palacsinta vulkánok. Az az egyik legnagyobb felszíni képződmény, az Alfa régió, ugye? A másik a Beta régió. Ez a mozaik kép a felszínről, ez sok-sok képből rakták össze, ennyi
és ennyi sikerült, hát ugye itten több alkalommal mérte végig, tehát ha a teljes mozaik képet összerakja, akkor lehet ezek is már megszűnnek. Ez a képnek az egyik fele a sztereó felvételnek, ugyanis volt egy előre fényképező, meg egy hátra fényképező, hát ugye itt radarképekről van szó, kamerája, és ezekből az előre-hátra képekből rakták össze a sztereó nézetet, és azokból aztán sikerült így rekonstruálni. Jobbra egy vulkanikus hegyet, balra a Matt Mons rekonstruált képét, hát ugye ez itt mind csalás, mert ezek nem valódi fényképek, hanem a radarképek alapján számítógéppel ilyennek nézhet ki, vagy ilyennek láthatnánk, hogyha ott lennénk a Vénusz egyébként nem kellemes felszínén. És aki még többet akar tudni a Vénuszról, meg a Magellán szondáról, annak figyelmébe ajánlom Aurélnak a Vénusszal foglalkozó könyvét. Tán még kapható itt is. Tán, igen. A Granát, hogy szovjetekről se feledkezzünk el a Mars 2 után, ez egy röntgen és gamma csillagászati detektorokat tartalmazó szonda volt, aminek a fő feladata, és ezt tényleg rendesen megcsinálta, és rengeteg eredmény született, a tejútrendszer központjának a vidékét vizsgálta nagy energiákon az elején, és az időszak második felében, tehát 94-től a teljes égboltot felmérte ilyen nagy energiákon. És ez nagyon jó volt, mert akkor tényleg nem voltak komoly röntgenszondák, ugye említettem már, hogy 99 óta van pályán a Chandra is, meg az XM-Newton is. És akkor itt emlékezünk meg az Astronról, ami éppen 89-ig működött, mert ez a gránát ennek az Astronnak volt az utóda, idézőjelben, az Astron pedig egy 80 cm-es ultrajója távcső volt. Tehát UV-ben mért. Hát kevésbé tudott labdába rúgni, mert említettem, hogy ez időtájt tarolt az International Ultraviolet Explorer. De 85-ben megfigyelte az Astron a Halley üstököst, majd 87-ben az aktuális szupernovát. Izgalmas felfedezések is történtek, amikhez már nem űreszközökkel, hanem mondhatnám, hogy csak úgy, de nem csak úgy, hanem szisztematikus és komoly kutatások eredményeként. A Harvard Center for Astrophysics vörös eltolódás vizsgálatot végzett, tehát az égbolt egy meghatározott tartományát vizsgálta, és azon belül az extragalaxisok eloszlását. Margaret Geller és John Hookra vezetésével, hát Hookra szintén 2010-ben talán fiatalon meghalt, Geller még él. És ekkor mutatták ki, vagy ekkor derült ki, hogy létezik egy olyan képződmény, amit ők nagy falnak neveztek el. Itt lehet látni. Tehát az eloszlás az nem csak, hogy nem egyenletes, és hogy űrök vannak, hanem van egy olyan lepedő jellegű valami, ahol nagyon gyakoriak a galaxisok, és előtte, mögötte nincsen. Tehát a kozmológiai modellnek, hogy hogyan keletkezett az univerzum, miért olyan a háttérsugárzás eloszlása, az anizotrópia, annak magyarázatot kell adnia az ilyen eloszlásra, tehát hogyan keletkeztek a képződmények, galaxisok annak idején, tizenvalahány milliárd évvel ezelőtt. Ez az eloszlás, ez nem véletlen, ez valahogy kialakult, nem ért így. Ez volt az első ilyen nagy fal. Aztán később a Sloan Digital Sky Survey eredményeként 2003-ban felfedezték a Sloan nagyfalat, ami háromszor hosszabb ennél a harvardi nagyfalnál. Ez a Sloan, ez 1,4 milliárd fényév hosszú. Jó, hát itt már mondhat az ember akármilyen számot, ezt elképzelni úgyse tudjuk. A Polaris rejtélye az nem ennek az épületnek a rejtélye, bár lehet, hogy van az is, de nem vettünk szót, hanem a Polaris nevezetű csillag, ami egyéb iránt Cefeida változó csillag. Tehát nem elég, hogy sarkcsillag, még Cefeida változó is. Helyesebben 89-ben azt mondták, hogy csak volt, mert a pulzációja úgy tűnt, hogy hirtelen elkezd leállni, és 89-ben publikálták, itt van ez a 60-80-90-es, 89-ben jelent meg ez a cikk,
hogy valahol szerepel, igen, ez a D89, ez utal arra a cikkre, ahol bejelentették, hogy ez le fog állni a pulzációja. Örömmel jelentem, hogy a pulzációja nem állt le, mert ittan később, ez már az ezredforduló, megindult visszafele, tehát ez a legújabb eredmények. De ennek ellenére a Polaris az rendkívül érdekes dolgokat produkál. Ez például az ominus cél diagramja, itt alul, ez a parabolikus képződmény. Tehát folyamatosan nő a pulzáció periódusa, ami nem egész 4 nap, és egyszer csak volt egy fázisugrás benne, amit józan módon nem lehet megmagyarázni, ha csak nem az ő kettősségével, mert 31 éves keringési periódus az is egy kettős rendszer tagja. A dolog további érdekessége az az, ja, itt is ez egy másik kép arról, hogy azt hitték, hogy majd leáll a pulzáció, és akkor itt a kép jobb oldalán látjuk, hogy most ezt csinálja az elmúlt években, tehát visszament. Ekkor még azt mondták, hogy igen, megy ki abból a bizonyos instabilitási sávból, ahol a cefeidák tartózkodnak, és amikor kiment belőle, akkor leáll a pulzáció, de már ez a 90-es évek elején kiderült, hogy szó nincs arról, hogy ez az instabilitási sáv szélén lenne, a kellős közepén van. Ott, ahol igazából nagy amplitudóval kellene pulzálni, azt mégis valami ilyesmit csinált. Úgyhogy volt izgalom. Egyébként nagyon zárójelben, és minden, hogy mondjam, hátsó szándék nélkül jegyzem meg, hogy próbáltam minden alkalomkor erre az adásra készülés során is az évkönyvnek megnézni a híreit, hogy mik azok a hírek, amik ottan a fontosabb eredmények között szerepeltek. És ez legalább ott volt benne, de a híreknek a kétharmada, vagy amikor 89 eseményeit feldolgozó 90-es évkönyvben a válogatást megnéztem, akkor kiderült, hogy az abban szereplő fontos, jellegzetes és igazán híres események, azok nem lettek idő, a kétharmaduk nem időtálló, vagy nem igaz, vagy annyira nem lényeges, hogy nem is érdemes szót ejteni rá. A Polaris volt az egyik, ami már akkor is feltűnt, és érdekesnek nyilvánítatott. Ugyancsak egy nagyon érdekes eredmény, mondhatnám, hogy emlékezhetünk rá, de nem, mert 1885-ben volt az Andromeda ködben az a híres nova, ami valójában szupernova volt, akkor még, amikor ez történt, akkor még a szupernova fogalma nem létezett, mert az 1930-as éveknek a szóképzése. Tehát fölfénylett valami az Andromeda ködben, amit magyarok is észleltek, ez a történet jól ismert. De minden esetre 1989-ig kellett várni, mire sikerült 37.700 nap elteltével azonosítani a szupernova maradványt az Andromeda ködben. A dolog nehézsége az az, hogy ez a maghoz közel, Andromeda köd magjához közel történt a felfénylés, ezért ottan egyenként a csillagok között eligazodni se lehet rendesen. És a fénygörbe meg az egyéb információk is összhangban vannak azzal, hogy ez egy egyátípusú szupernova robbanás volt annak idején, és nagyon érdekes technikát alkalmaztak annak érdekében, hogy kimutassák, hogy hol is van a maga maradvány. Keresték a semleges és ionizált vasvonalait a környéken, a színképben. A környezetről színképfelvételt csináltak. Ki lehetett számítani, hogy ekkora robbanás ledobódása, anyag ledobódás, az milyen sebességgel tágul, és a tágulási sebesség alapján meg lehetett mondani, hogy akkor milyen széles vonalat keressenek ezen a hullámhosszon, és a Kitt Peaky, említettem, hogy szó lesz majd még a Kitt Peakyről, a Kitt Peaky nagy távcsővel végezték a színképméréseket, ugye ez az optikai tartomány és ultrajobbai tartomány határán. Egy speciális szűrőt készítettek, és ott nézték, hogy mi történik. Ez a táguló felhő, ez elnyeli a háttércsillagok vasvonalától érkező sugárzást, tehát itt ezen a negatív felvételen a csillagok sugárzása az sötét, és itt ez az elnyelő felhő,
ami ugye tágul, és a szupernova maradványa az, az itten világos lesz, tehát egyértelműen sikerült azonosítani, hogy itten van a szupernova maradvány. Ez 15 ív másodperc, ez a kis vonal. Ekkor találták az első gravitációs mikrolencsét is. Gravitációs lencséket találtak már korábban is, de mikrolencse az, ami egészen pici tömegű, tehát nem galaxis gyűjti össze, vagy viselkedik lencseként, vagy galaxis halmaz, hanem valami kisebb tömegű csillag, bolygó, fehér törpe, barna törpe, akármi. Akkoriban a technika még ilyen volt, tehát nagyon nehezen lehet ezen kivenni, hogy miről is van szó. Itt van egy kvazárnak a megnégyszereződött képe, itt az előtér galaxis, ez viselkedik gravitációs lencseként. A háttérben van egy kvazár, ez a gravitációs lencse galaxis ezt a kvazárképet megnégyszerezi, és ez a, kép, ez a része a kvazárnak, ez az idők során, nem tudom, hogy október, november, december, tehát idő függvényében több felvételt csináltak, és ennek a fényessége változott, csak ennek a négy megnégyszereződött képből, csak az egyiknek. Ez nem jó kép, mert nem magát a fényváltozás mutatja, ez a illesztett modell. Tehát higgy el nekem a tisztelt hallgatóság, hogy ez változtatta a fényességét, mégpedig olyan ütemben, mint amilyen ütemben változhat, amikor egy 8 Jupiter tömegű test átvonul pontosan a keresztezi a látóvonalat ebben a előtérben levő galaxisban, vagy még előtte. Valami elvonult, úgyhogy ez volt az első gravitációs mikrolencse. A 90-es évek elején aztán beindult a nagyüzemi mikrolencse keresés. A MACHO program, az EROS program, az OGLE program, és így tovább volt, vagy 10, és azóta is rengeteget köszönhetünk ezeknek a mikrolencse keresőknek. Az volt a céljuk, hogy a sötét anyagnak a miben létét meghatározzák. Azt ugyan nem sikerült, de rengeteg fontos eredményt értek el a mikrolencse kereső programok. És ha már ennél a fóliánál tartunk, ugye nagyon messzire tekintünk, ugye Z ennyi, meg Z annyi a kvazárnál, akkor nézzük meg, hogy a legtávolabbi ismert galaxisnak a vörös eltolódása az Z3,38 volt 89-ben, a legtávolabbi ismert kvazári pedig 4,43. Erre lehet, hogy ma már legyintünk, mert amikor 10 fölött van a vörös eltolódás, akkor ez már nem egy nagy etvasz, hogy akkor léteznek Z3-as vagy Z4-es vörös eltolódás, de akkor ez volt a csúcseredmény. És azóta vannak nekünk 8 méteres távcsöveink, 10 méteres távcsöveink, nem egy, hanem több. Úgyhogy a csillagászatnak a fejlődése azóta is szerencsére töretlen. És sok-sok további fontos és érdekes eredmény, de az idővel, türelmükkel nem szeretnék visszajönni, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Van a kérdés. 1989. Mit hagytam ki? Amit kellett volna említeni. Volt egy titán okkutáció. Egy 60 tudós csillag ott elfelejtett a titán. Az enyém. Titán emlékeztek rá, én nem. De Rákai tábornak az volt a nagy attrakciója. Kellene érdekes volt. Egy központi felfedezése is volt a titán. A titánnak a gépen fókuszálta a légkör. Kép nincs. Hát, internet. Azon nagyon minden szemét van már. Abból megtalálni egy titánt. Nézzük meg a lambadát a Keumától. Igen. Szóval, ha valamire emlékezünk 89-ben, akkor ez a lambada. A Szaturnusz nyáron volt a pozícióban. Mindent be tudunk tenni, visszamegyünk. Rendkívül alacsony volt a... Melyik képre gondolsz? A legelején. Nem voltam ott, akkor Horvátországból kérdeztem. Földi események. Földi események legelején. Ez az. November. November. Igen. Novemberben
Botelőddel, november elején Botelőddel Németországba utaztunk az NDK-ba, hogy tanulmányozzuk az ottani amatőr életet. És megérkezünk Éjféltájba, a pályaudvarra, és sehol taxi, sehol semmi. És várunk egy darabig, és egyszerűen jön egy taxi, beülünk gyorsan, és hogy menjünk a Volga Hotelbe. És közben beszélgetünk, és valahogy szoba került a nyelvis, és akkor a sofőrrel is beszéltünk, és azt mondja, kik vagyunk. Mondtuk, hogy magyarok. Hát ugye nézzük meg, tüntetés a határ megnyitásért. Magyarok, a fiamat maguknak köszönhetem, mert ő átszökött a határon, az első átmenet alkalmával. És akkor hát a NDK-ba és a NSK-ba is voltunk, és megmutatták a falat. Akkor kezdték meg, de akkor még szó sem volt a lebontásról. De hát ott volt az a fal a város közepén, és akkor mondtam, hát ez lehetetlen, ennek meg kell szűnni, méghozzá nagyon gyorsan. És ha tudtam volna, tényleg hetek múlva, az már lebontottam. De egy fantasztikus, lehetetlen képződmény volt ott a város közepén. Az előadásodnak a sajátosságához hozzátartozik. Legutóbbi ilyet azt 2011-ben tartottam abban az alkalomból, hogy 50 éves volt a Gagarin űrrepülés, és 61-ről és 61 augusztusában egy hét alatt húzták föl a berlini nagyfalat, amit ugye kevesebb ideig tartott lerombolni, de addig nagyon stabilan ott volt. Ja, és a sofőr, amikor megérkeztünk, nem fogadott el egy hellet, vagy mit sem. Azt mondja, ez a fiamért. Rossz van kezdve, jobb volt vagyok lenni most. Ez a végső tanulság előadásnak. De már is van még jobb lesz magyarnak lenni, mert a Vénusz honlapja lesz. Készülünk a Vénusz átvonulásra. Életünk utolsó Vénusz átvonulására készülünk, hogy már egészen biztos, hogy mindig a domás som szerint. Úgyhogy Vénusz honlapot tudjuk kibelezni mindenféle szempontból. Észlelési, okkultációs, űrszondás és exobolygászati szempontból is. Mindig egy további jó mulatást kívánok. Senki nem megy haza az autó, ahol a csillagászat napjáig. Április 28-án tartjuk. Ez szombaton lesz. Igen. Érdemes körülnézni, mert most a Polarisban Éder Ivánnak a nagyszerű fotóit láthatjátok. Szépen feliratozva is van. Az igazi hivatalos bemutatója pedig a csillagászat napján lesz, amikor majdnem egész nap. De legalábbis déltől majd még fényünk felszünk, és megy a nagyipari csillagászati ismertegyeztés. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és az ősérkőt követ kell felderíteni egy időskálán. Lesz-e még más év? 2013. Majd kitaláljuk az utolsó előtti békeit. Majd, ha Gaja pályára kerül, akkor tényleg arról érdemes, de akkor ne legyen éves. Gaja tettő esetben, hogy nemzetközi észlelő konferenciát. Ideje, hogy megkomolyodjál.